Az, amit el tudtam nektek mondani itt egy órában, sőt, talán több is volt, mint egy óra, az természetesen nem az egész politikánk. Az természetesen nem képes magába foglalni egy sor dolgot, amelyet meg kell tenni, és nem képes visszaadni az egyébként szükséges kommunikációnak azt a sokrétűségét, ami kell a sikerhez. Ezzel együtt is a figyelmeztetést és a tanácsokat ezügyben köszönjük szépen. Ha őszinte vagyok hozzátok, akkor azt tudom mondani, hogy tele vagyunk kétségekkel. Hogy a magabiztosság mögött ott van a örlődés és a gyötrődés. Egészen pontosan tudom, hogy mindaz, amit csinálunk, az nem lesz tökéletes. Hogy egy sor ügyben fogalmam sincsen, hogy melyik a, nem a hatodik lépés, még a harmadikat sem tudom. Tudom az első kettőt. És egyszerre kell megpróbálni előrevinni ezeket az ügyeket, fenntartani közöttünk az együttműködést, a jóhiszeműséget, biztosítani a koordinációs partner támogatását, fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, hogy mire számíthatnak, bevonni őket ebbe a folyamatba. Megtanulni nem fölsziszenni minden pillanatban, és menni előre. De hogy tudom kiszámolni minden lépésünknek a következményét? Nem tudjuk. Nincsen ennyi kapacitásunk. Az az igazság, hogy csak reggel 7 órától éjjelig dolgozik az egész csapat, és hiába egy pont után nem lehet szélesíteni. Nem tudjuk 12-15 embernél többen körül ülni azt az asztalt, amelynél meg kell állapodni kormányzati emberekkel, minisztéri emberekkel, meg szakértőkkel. Nem tudjuk. Ennyi tehetségünk van, gyerekek. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk, és ti is tudtátok, hogy el fog jönni a választási győzelem után, nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt. Úgy őriztük a politikai egységet tavaly nyár óta, és mögötte mondjuk a szakmapolitikai egységet, mint soha ebben az elmúlt években. Vagy talán sose. Természetesen mindaz, amit tudunk, az anyagaink kidolgozottsági foka hagy maga után kívánni valót. Igen, igazatok van. Pontosan tudjuk mi azt, hogy rengeteg kockázattal nézünk szembe. Amikor azt mondjátok nekem, hogy vigyázzunk oda, mert hát az Alkotmánybíróság visszaküldhet dolgokat, tudjuk mi ezt. Nem baj, hogy mondjátok, de higgyétek el, tudjuk. Egy nagyon szűk csapat dolgozik Petréter Jóska mögött, mert hogy nem engedhetjük be a minisztérium egészére, ebben a fázisban még 5-6-7 ember reggeltől éjszakáig, a szó legszorosabb értelmében, hogy nehogy baj legyen. Őrületbe kergetjük egymást bizonyos pontokon, hogy összeszedjük a szükséges mennyiségű pénzt. Ma kollégákkal, amikor mennek a politikai egyeztetések, húzzatok már a picsába ezzel. Gyerünk előre! Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk?
Természetesen a dolog az nem szépen, nyugodtan, aprólékosan fölépített. Nem. Nem. Őrült lóhalálában készül, egy darabig nem csinálhattuk, nehogy kiderüljön. Most meg már olyan rohadtul kell csinálnunk, hogy majdnem belegebedünk. Aztán lassan fölbukunk. Mert nem bírjuk jobban a tempót. Ez a helyzet. Közben meg kell állapodni még a szabaddemokratákkal, meg még miniszteri problémáink, hanem ismeritek. Nézzétek, a dolog az úgy áll, hogy a legrövidebb távon nincsen választás. Veres Janinak igaza van. Lehet még egy picikét itt teszatoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan eljött az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen. És persze még gondolkodhatunk nagyon sokáig, meg kibaszott sok ellenzést le lehet végezni, hogy melyik társadalmi csoportot hogy fogja végezni. Azt tudom nektek mondani. Nem tudunk még hetekig elemezni, gyerekek. Nem tudunk. Az első nap meg kell mondani, hogy mit kell csinálni azért, hogy ebből még idén kiigazítás legyen. Hogy szeptember 1-től bizonyos adójogszabályok életbe léphessenek. Teremezgethetek én még egy pár hétig. Aztán majd jönnek, akiknek az a szakmai közösségnek, ők már elemezték. Magyarország le van írva. Ezért annak az előre bocsátával, hogy amit csinálunk, az messze nem tökéletes, nem tudok nektek B-verziót mondani. Aki a Magyar Szocialista Párt környékén befolyásos, véleményformáló, makrogazdasági ügyekben, Kornaitól, Bokrosig, Békéstől, Surányig, Vértestől, a Jóiktől, kicsit, azokkal végigbeszéltük, végig szenvedtük, végig üvöltöztük. És azt is meg kell mondjam nektek, hogy nagyon sok nagy ötlettel találkozom. Hű, a 700-át neki. És kiderül, hogy még a legnagyobbak és a legtöbbre tartottak is 100 milliárdos nagyságrendű tévedésekben vannak. Vessünk ki ingatlan adót mindenkire. Tudjátok, hogy mennyi jön be ingatlan adóból, ha minden ingatlan megadóztatunk, ami 5 millió forintnál drágább? Alacsony értékhatárt mondtam. Nem 100 milliót, 5-öt. És egyébként még odaadjuk még az önkormányzatoknak azt az 52 milliárdot, ami a kommunális adóból bejön, mert akkor azt oda kell nekik adni, az most az ő bevételük. Az egész sztorinak az egyenlege kevesebb, mint 20 milliárd forint. Oda jön hozzám Magyarország talán legbefolyásosabb üzletembere, Demján Sándor. Hatalmas nagy hanggal. Hogy Ferikém, olvasom a Sárközi tanulmányban, hogyha minden háttérintézményt bezárunk, akkor 700-800 milliárd forintot fogunk megtakarítani. Mondom, Sanyikám, normális vagy te? Hát legalább te tudhatnál számolni, áldjon meg a jó Isten. Oda jön Surányi Gyuri barátunk, hogy ő neki megvan, hogy hogyan kell átalakítani úgy a minimálbér adó mentességét, hogy közben fönt lehessen tartani az igazságosságot. És dolgozunk sokáig vele. Majd elküldi a papírját végre, mire kiszámolja. És kiderül, hogy minden nagyon jó, csak azt nem tudja, hogy létezik az adó jóváírás intézménye a Magyarországon, és azt is át kell alakítani, és az 230 milliárd forint összességében. Ja, hát ha 200 milliárd forint benne van a pakba, akkor úgy már nincsen megoldásunk. Általában sok jó ötlet van egész addig, amíg nem kell számolni. Mikor számolni kell, akkor elfogy a tudomány. Általában sok kritika van, hogy a rendszer nem eléggé kerek, nem eléggé konzisztens. Mindenkinek van ötlet, hogy akkor mit vegyünk ki belőle, hogy a maradék konzisztensebb legyen, és már is éppen csak harmadnyi pénz van, mint amit össze kell szedni. Ja, úgy én is tudok konzisztens rendszert. Csak az a problémám, hogy nem 50 milliárdot kell összeszedni, hanem most nem mondom meg, hogy mennyit. Hát ez a baj. Ráadásul mindezt valahol úgy kell megtenni, hogy amit akarunk csinálni hosszú távon, azt ne keresztbe verje. Gyerekek, nem vagyunk tökéletesek. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem is leszünk.
Nem tudom nektek azt mondani, hogy minden rendben lesz. Azt tudom nektek mondani, amit mondtam az utolsó egy évben. Hogy ami tisztességgel megcsinálható, ami a tehetségünkből kitelik, mert nem játszunk különleges meccseket, mert az energiáinkat nem arra fordítjuk, hogy egymással szarakodjunk, mert nincsenek külön érdekek, amik egyébként nem bírnák ki közöttünk a nyilvánosságot, mert nem valamit akarok veletek elintézni. Az a csapat, akire rábíztátok ennek az oldalnak a vezetését, az a csapat képes nagyjából erre a teljesítményre. Képes nagyjából programot adni. Lehet, hogy van egy másik csapat, amelyik tud mást. Nem tudunk ennél többet és ennél jobbat. Nem leszünk rá képesek. Ha belegebedünk, akkor sem. Nagy munka van, tisztességes munka van egymás között. Muszáj megcsinálni. Nem beszélek az új Magyarországról, a fejlesztésekről, határon túli magyarokról, egyházakhoz fűződő kapcsolatról, és még ezer dologról, mert a nagyhoz képest ma nem ez legfontosabb. Mindegyikben érdemi, jelentős és mély javaslataink lesznek. Egyik másik meglepetést is fog okozni. De az egészhez képest, amit el kell döntenünk egymás között. Nem ez a legfontosabb. Reform vagy bukás? Nincs más. És akkor azt mondom, hogy bukás, akkor beszélek Magyarországról, beszélek a baloldalról, és nagyon őszintén mondom nektek, beszélek magammal is. És akarok most egyetlen egyszer mondani nektek 3 percet. Ezt legfeljebb még egyszer fogom én elmondani nektek. Fantasztikus dolog politikát csinálni. Fantasztikus. Fantasztikus egy országot vezetni. Az utolsó 1,5 évet azért tudtam én személy szerint csinálni, mert egy dolog ambicionált és egy dolog fűtött. Visszaadni a baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet, hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban, hogy nem kell beszarni Orbán Viktortól meg a jobb oldaltól, és tanulja most már meg magát, nem ő hozzájuk mérni, hanem a világhoz. Ez adta a hitet, hogy miért érdemes ezt csinálni. Nagy dolog volt, imádtam, életem legjobb része volt. Most az adja, hogy történelmet csinálunk, nem a történelemkönyveknek, arra szarok. Egyáltalán nem érdekel, hogy benne leszünk-e, hogy én személy szerint. Egyáltalán nem érdekel. Csinálunk-e valami nagyot? Azt mondjuk-e, hogy rohadt életbe jöttek páran, akik megmerték tenni, és nem szarakodtak azon, hogy a francba lesz majd a tuti költség elszámolásuk, bassza meg. Jöttek párak, akik nem szarakodtak azon, hogy akkor a megyei önkormányzatban lesz-e majd helyük, vagy nem. Hanem megértették, hogy máshol szól ez a kurva ország. Hogy megértik azt, hogy azért érdemes politikusnak lenni itt a 21. század elején, hogy csináljunk egy másik világot. Csak azért. Egzisztenciát lehet még találni sokat. Tudom, hogy nekem ez könnyű mondani. Tudom, ne vágjátok mindig a képembe. De csak ezért érdemes. Majdnem beledöglöttem, hogy 1,5 évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Nem akarom tovább csinálni. Vagy megcsináljuk, és van hozzá egy emberetek. Vagy mással kell csinálni. Soha egy darab interjút nem fogok adni, akkor, amikor be fogom fejezni, hogyha vitával fogunk elválni egymástól. Soha. Soha nem fogom a magyar baloldalt bántani. Soha. De csak azért érdemes csinálni, hogy hozzányúljunk a nagy dolgokhoz. Elmagyarázni, és majd hosszú bizottságokban ücsörögni, és majd új munkabizottságot tartani. Aztán majd kideríteni, hogy soha egyetlen egy törvényben nem tudunk megállapodni, mert újra csak azok a kompromisszumok születnek meg, ami lényegében a semmittevés kompromisszum, hogy fönnmaradjon, ami eddig volt, mert minden más sérti valakinek az érdekét. Ahhoz másik madám kell. Ez az én imádatomat nem fogja megváltoztatni. Egyáltalán. Én nem fogok naponta fölállni, volt ilyen miniszter Horn Gyulának is, aki mindig le akart mondani. Volt ilyen miniszterelnök elődöm is, aki állandóan elmondta, hogy én nem ilyen pasi vagyok. Amíg van benne erő is, megyünk előre, addig igen, és egyszerűen még nagyon csöndben elmegyek. Nem érdemes másért. Mindenki döntse el magába, hogy 400-500 ezer forintért csinálja a dolgot,
ami kurva fontos, különösen az embernek már egyébként nincsen más szakmája, csak ezt tudom én. Hogy képes-e az elmúlt 15 év összes történetén fölemelkedni és megkötni új díleket? Vagy azt gondolja, hogy ez is egy olyan 4 év lesz, hogy a francba, túlítjük az eddigit is, most is túl leszünk. Volt merik miniszterelnökünk, hát ezen a pasin is túl leszünk majd. Mi úgyis maradni szoktunk. Lehet. És azt is mondom, hogy ez egy legitim érvelés. És nem is bánt. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Van ebben a frakcióban nem egy miniszterelnöknek alkalmas ember. Én azt mondom, hogy vegyen mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort, aludjon egy-két éjszakát, és döntse el magába. Ha mindenki csak ugyanazt tudja mondani, mint az elmúlt években mindig mondott, és nem jut el odáig, hogy na, franc, egye meg. Lehet, hogy más kell mondanom, mint amit mondtam 5 éven keresztül, mert láthatólag soha nem tudtunk megállapodni egymással. Mert ha mind a 190 ugyanazokat a mondatokat mondja, mint amit az elmúlt években mondott, akkor ugyanúgy nem fog történni semmi, mert ugyanúgy nem tudunk megállapodni. Bassza meg, ugyan nem értek egyet, de elengedem. Először. Csinálják. Máskor meg azt mondom, másik tovább, engedj el, hogy hadd csinálhassák. Az nem reform, hogy a többiek változzanak meg. Az nem reform, hogy egyébként kiállunk is mondjuk a népnek a mantrát. Az a reform, hogy hajlandóak vagyunk mi is egy sor ponton átértékelni mindazt, amit eddig gondoltunk és tettünk. És ehhez képest az első hónapoknak a dolga, a kiigazítás dolga, az csak szimpla kényszer, be kell valljam. Ott tévedtek, ha azt hiszitek, hogy van választásotok. Nincsen. Nekem sincs. Ma legfeljebb az a választás, hogy megpróbáljuk-e mi befolyásolni, hogy mi történik, vagy rám fogom lenni a francba. A megoldások biztosan nem tökéletes, igazatok van. Biztosan nem. De nem tudunk jobbat. Olyat, amiben meg tudunk állapodni a szakma nagy részével, akiben el tudjuk fogadtatni a piacokkal, el tudjuk fogadtatni a koalíciós partnerrel, és nálunk, akik ezt egy páron a tetején csinálják, a Bélától, a Veres Janig, Kis Pétertől, az Ildikóig, és a Szekeres Imrétől a Hillerig, meg mondjuk velem, nagyjából elhisszük, hogy körülbelül jó. Mert ezeknek innek el kell hinni. Egyedül külön-külön tudunk mást is. Csak nem külön-külön vagyunk, hanem ott ülünk 11 néhány az asztal körül, és el kell fogadni. Én azt gondolom, hogy meg lehet csinálni. Azt gondolom, hogy lesznek konfliktusok, gyerekek. Igen. Lesznek. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Hazamennek. Csak akkor lehet végigcsinálni, hogyha a lényegben hisztek is, lényegben van egyetértés. Kikerülni a konfliktusokat önmagunk között, megijedni attól, hogy egyébként sértünk érdekviszonyokat, akkor nem szabad elkezdeni. Nem szabad. Semmihez nem ragaszkodom. Úgy nem igaz, hogy én ahhoz ragaszkodom, hogy van egy valami a fejemben, hogy olyan, annak kell lenni az egészségügyben, annak kell lenni a... Dehogy. Én ezeket a beszélgetéseket szervezem, mediálom. Nyitom ki a pasikat, hogy mondják el, hogy mi van bennük. Nem diktálom, nem igaz. Ha diktálom akkor, amikor le akarnak lassulni, és nem akarnak megállapodni, hogy gyerünk a 700-át előre. Ezt tartom a dolgomnak. És ha megállapodtuk, akkor ne engedjem, hogy lelassuljanak. Nem arról szól, hogy nekem van egy A-tól Z-ig megírt forgatókönyvem Magyarországra, és azt mondom, hogy ki fogom belőletek verni. Egy francot! Van A-tól Z-ig forgatókönyvem, hogy hogyan lehet a szocialistákban ott lévő hihetetlen energiát arra felhasználni, hogy az országot megváltoztassák. Hogy tegyék már bele, hogy legyenek már úrrá végre a kis hitűségükön, meg a régi igazságaikon. Arra van. Aztán, amikor nem bírom, akkor meg kiabálok egyet hozzá. Nincsen személyes sztorim ebben az ügyben. Egyáltalán nincsen. Nagy dolgot kaptam ettől, amit az elmúlt másfél évben csinálhattam. Az a személyes sztorim, hogy változtassuk meg ezt a kurva országot, meg ki fogja megváltoztatni. Orbán Viktor fogja megváltoztatni a csapatával? Vagy C-változat, nem történik semmi. El lehet még így egy darabig lébet szólni. Persze, hogy bonyolult az egészségügynek a dolga. De hát amelyikünk bemegy egy egészségügyi intézménybe, tudja, hogy hazugságok sokaságára épül. Persze, hogy az oktatásban borzasztóan nehéz bármihez hozzányúlni. De igen,
Azt látjuk, hogy nem egyenlően osztja a tudást céllyel. Valamelyikőtök mondta, az mégiscsak a Rató Gergő, de mégiscsak a legnagyobb igazságtalanság, kérem szépen, hogy a magyar oktatási rendszer egyik oldalról a köztünk lévő társadalmi különbségeket felerősíti, nem gyengíti, aztán még szegregál is. Hát ez az igazi nagy probléma. Ez a nagy gond. És az a nagy gond, hogy azoknak adjuk az ingyenes állami oktatást, kérem szépen, akik a legjobb családokból jönnek. Hát ehhez képest nem az a botrány, hogy ki kell fizetni 3%-onként. Ha van társadalmi botrány, akkor az, hogy a felső 10 000 termeli magát újra közpénzen. Mi meg ezt nem merjük kimondani, és be vagyunk szarva, hogy azt mondjuk, hogy egyébként az 700-at akkor tessék fizetni. Ne áltassuk itt egymást, ez az igazi botrány. Az az igazi botrány, hogy aki a Laci beszél, az ő cigány embereinek, annak 10 olyan jó minőségű egészségügyi szolgáltatás jut, mint nekem. És mióta az anyámnak ismerik a nevét Pápán, és Gyurcsány Katusnak hívják, azóta neki is jobb jut a kurva életbe. Nem tudta, hogy mi történt. Megjavult az egészségügyi rendszer, fiam. Mondom, egy lószart, mama. Az a igazság, hogy fölismerik a nevedet. Ez botrány. Hát ehhez képest, társadalmi értelemben a viziti semmi. Az nem botrány, az kényelmetlen politikailag. Meg kifizetni. Meg politikailag lehet nekik súlyos következménye. De őszintén szólva, ez a következmény legfeljebb bennünket érint, ha idióták vagyunk. A társadalmi következménye, az meg mindenkit érint. Mi azért nem merünk hozzányúlni egy sort nyilvánvaló társadalmi hazugsághoz, mert félünk a ránkható politikai következményektől. De hölgyeim és uraim, ez egy pár száz embernek, meg a családjának, meg az ismerősének a problémája, a miénk. De nem azért kell politikusnak lenni, mert ebből olyan kurva jól meg lehet élni, mert már elfelejtettük, hogy milyen autófényezőnek lenni. Hanem azért, mert meg akarjuk ezeket oldani. És egyébként pedig épp az elmúlt 4 évnek a tapasztalata, épp az Horn Gyula kormányzásának tapasztalata, hogy nem abba szoktak belebukni emberek, hogyha valamit csinálnak, meg ha nem csinálnak, francba is, mibe is, akkor el kell indulni. Tudni kell, hogy mit akarunk csinálni. Irtulatos lesz az első pár év. Persze. Teljesen érdektelen, hogy 20%-ja a lakosságnak fog ránk szavazni. Tavaly nyáron, az utolsó 8 évben először, a 100 emberből a szonda szerint csak 18 mondta, hogy ránk fog szavazni. Tavaly nyáron, gyerekek. 1 éve később nyertünk. Mi lenne, hogyha nem az egymás közötti faszkodás miatt veszítenénk el a népszerűségünket, mert csinálunk nagy társadalmi ügyeket, és nem probléma, hogy elveszítjük akkor egy időre a támogatásunkat, aztán majd visszaszerezzük, mert megértik. És el lehet majd menni vidékre nyugodtan, hogy megcsináltuk a 700-át. Hol nem lett mindenkinek jobb, igazuk van, de neki, meg neki, meg neki. Meg kollégiumok épültek ebben a nyüves országban végre, újra. Erről szól a politika. Nem arról, melyikünkből lesz kerületi polgármester, mégis hány darab helyettese lesz. Fontos az is, persze, tudom én, nem vagyok naív. De nincs benne az ország első 100 legfontosabb ügyébe, és mi döntjük el, hogy melyikkel foglalkozunk. Mi? És az ország azt gondolom, hogy megérdemelni, meg mi magunk is, hogy ilyen dolgokat csináljunk. Szóval azt tudom nektek mondani, hogy álljunk neki. Csináljuk meg. Sok igazságotok van a figyelmeztetésben, a féltésben, a részletek ügyében. Csak azt tudom mondani, hogy nem fogok játszani semmilyen játszmát. Sem így, sem így. Tesszük a dolgunkat. Amíg nagy tempóban lehet menni előre, addig megyünk. Ha nem lehet menni, és elmagyarázzátok, hogy reform igen, de ahhoz én szerintem én nem köllök. Ahhoz más köll. És írok meg kibaszott jó könyveket a modern magyar baloldalról. Gyerekek, mit kell még majd mondanom, Ildikó? Nem. Köszönöm.